Köszönöm szépen. Sziasztok! Nagy Ágoston vagyok, és annyit lehet rólam tudni, hogy én egyrészt tanítok a MOME Design Egyetemen, emellett egy ilyen médiaművészeti csapatot csinálunk, Binaura néven, ott lehet megtalálni, hogy amúgy mivel foglalkozunk. Sokat tudásmegosztással, mindenféle kontextusban foglalkozunk, és ezeknek az egyik része a workshopok. És ezekről a workshopokról szeretnék egy pár szót mondani nektek. Konkrétan ez a workshop téma, amit itt ma nektek bemutatnék, az Asimov alapítvánnyal közösen lett kialakítva, és a Meet & Code kereteiben itthon is volt egyszer az ITEM helyszínén egy esemény ilyen 10 éves gyerekeknek. Aztán ebből volt Szingapúrban is egy másik etap, ahol szingapúriaknak külföldi nyelven ment ugyanez a tematika. A tematika egyébként elsősorban az arcfelismerés, az arcról szól. Az arc az mint egy ugye alapvető környezeti tényező, amivel mindenki azonosul és találkozik és foglalkozik vele. Ugye már születésnél arcokat lát, ismert fel először az ember. De ugyanígy a gépek is az elmúlt pár évtizedben elég ügyesek lettek abban, hogy felismerjék az arcokat, és erre egy külön iparág is épült már, a Data Villains néven is szokták emlegetni. Sok példája van ennek, és ezt egyébként meg szoktuk nézni a workshopokon, hogy milyen fajta etikai vonatkozásai vannak annak, hogyha valakinek valakit trekkelnek, valakit követnek, valaki csinál valamit az arcával. Ugye a Face ID, amit bemutattak az iPhone-ban, erre egy elég jó példa, ahol ugye biztonsági belépítésre használják, de rengeteg olyan alkalmazás van, ahol vicces dolgokat művelnek a felhasználók az arcukra, miközben etetik a tanuló algoritmusokat, és trenírozzák őket arra, hogy minél jobban klasszifikálják őket, és minél jobban követhetőek legyenek. Ennek a egyik extrém példája, amit mostanában ugye digitális diktatúraként szoktak emlegetni Kínába, ahol teljesen automatizáltá vált a bűnözők követése, illetve hát az állampolgárok követése renkelés alapján. Ez egy másik téma. Egyébként általános értelemben objektum felismerésre is szokták használni ezt a módszert, hogy az arcokat ezek a computer vision algoritmusok látják. De hát milyen módszerekről beszélek? Viszonylag egyszerű, alapvetően ilyen kis gradienseket lát a kamera, az nagyon sok képpel arccal, frontális arccal elő lett tanítva, és ezáltal meg tudja tippelni, hogy lát-e egy arcot maga előtt, vagy nem. Ebből egyébként mi egy ilyenfajta feature point halmazt kapunk, ahol az arc főbb karakterisztikái láthatóak, és ezt egy egyszerű JavaScript környezetben, P5.js-ben szoktuk használni. Megnyitjuk a kameraképet, és onnan kezdve el lehet kezdeni játszani és körbejárni a témát a gyakorlatban. Tehát az etikai, elméleti vonatkozásokon túl gyakorlatban is megnézzük, hogy mit lehet csinálni. Itt például ilyen emotion detection-t csinálunk vele, ahol ugye nagyjából meg tudja tippelni, hogy mondjuk milyen hangulata van annak, aki ezt a rendszert, vagy aki beáll a kép elé. Mindemellett kreatív feladatokat is csinálunk. Itt például látszik mozgásban az, ahogy egy trekkelt arc például egy részecske rendszerrel kapcsolatba kerül a képernyőn, és utána itt bal oldalt egy kicsit jobban látszik, ez egy picit másik módszer, ezt úgy hívják, hogy PoseNet, ami az egész testet rekeli, nem csak az arcot, tehát vannak ilyen vállak, mint régebben a mélységkamerákat használták ilyenre, most már ugye webkamerával lehet ilyeneket csinálni a böngészőben, és itt például bal oldalt egy részecske rendszert mozgatunk meg, jobb oldalt pedig a gyerekek rajzaival, hát itt amennyire látszik, ilyen kis repülők vannak berakva, és itt ilyen interakció tervezésig is el tud jutni az a dolog, hogy milyen fajta kreatív módon lehet ezt a fajta inputot kezelni, tehát magát a kameraképet, mint inputot a rendszernek. És emellett ugye a másik, a kreativitás mellett a kritikai gondolkozás, hogy tudják azt, hogy egyáltalán milyen vonatkozásai vannak, hogy az előbb is említettük a Surveillance-t, ez például egy projekt, nagyon sok művészeti projektről is beszélünk, tehát én is művész vagyok eredetileg. Ezek olyan sminkek, amiket úgy dizájnolt meg az alkotója, hogy kikerülje az arcfelismerő rendszereket, és ezáltal felismerhetetlenek maradnak, ahogy közlekednek a városi terekben. Még csak annyit szeretnék elmondani, ez a szingapúri workshopról egy ilyen kis hangulatkép, sokan voltak és nagyon sok segítő voltak, jól működött az egész.
hogy a workshopok általában azért jók, mert horizontálisak, nagyon sok háttérből jönnek a gyerekek, illetve amikor felnőttekkel dolgozok, ott is sok háttér képzettség van, nagyon fókuszált, ami tök jó, olyan értelemben, hogy egy valamire rá tudunk menni, őket is az érdekli. Nagyon gyors, pár óra alatt átmegy az egész infónak így a háttere. Error proof alatt azt értem, hogy lehet hibázni, tehát nem olyan számon kérés van, mint mondjuk egy osztályzás egy suliban, vagy egy témazáró egy ZH mondjuk egy egyetemen, hanem itt nincs ilyenfajta számon kérés, mindenki eljut valameddig, elsajátítja a gondolkozást, és játékosan ismerjük meg az árny és a pozitív oldalait is ezeknek a fajta most arra már igencsak kifinomult és mindenhol jelenlévő technológiáknak. Azt hiszem, hogy kb. Lejárt az időm. Nagyon köszönöm a figyelmet. Kérdés van ilyenkor most, ugye? Ha jó? Szingapurt egyébként az Asimov alapítványon keresztül jött szóba, Hongkongról is volt szó, ott egyébként politikai jogok miatt nem engedték igazából, úgy tudom, magát a téma miatt a workshopot, és Szingapurban, ugye hát az item, mint helyszín adó, velük ez így meg lett beszélve, hogy akkor ott ők szeretnének még egyet, de lehet, hogy lesz még folytatás, egyébként itt van is, van erről szó, meg tervben is vannak. Mennyire gyors, hogy egy valós videó, látjuk itt a pózmetert, meg mindent, ilyen erős gép kell hozzá, vagy így. Igen, a PoseNet, tehát hogy a kérdés, hogy mennyire gyors. Ezek a rendszerek, ezek nagyon újak, és igen új az is, hogy a böngészőbe futnak JavaScript alapon. A maga a PoseNet az körülbelül 3 éves technológia, mármint ilyen kiforrott szinten, azt hiszem, azt talán a Google csinálja, de ez most nem biztos. Kb. Ezeket a nagy ilyen adatbázis összeszedő és tanító rendszereket mindig ezek a nagy cégek csinálják. Eredetileg nagyon sokáig kellett, nem volt real-time, tanítani kellett Pythonban, nagy videókártyákkal. Én nem értek egyébként a mély rétegéhez, de most a PoseNet, a DancePose a Facebooktól egy csomó olyan fajta ilyen tracker rendszer van, amik már gyakorlatilag a böngészőben JavaScript alapra át lett bepakolva, és sima laptopot használunk, 30-40 FPS-sel trackkelgetnek ezek. Úgyhogy teljesen lehet real-time használni, játszani vele, és megnézni, hogy egyáltalán mikre képesek ezek a rendszerek. Ja, és minden open source egyébként, amit használunk, ők is open source-ként rakják ki, open source editorok, open source a kód, minden a GitHub-on egyébként megtalálható, úgyhogy ha valakit érdekel a GitHub-on részletesen az egész a schedule meg a kód is megtalálható. Mi a legbonyolultabb választási módja, vagy programokat, amit ezzel kapcsolatban csináltok? Hát a gyerekekkel mi nem szoktunk túl összetett részig eljutni, általában addig jutunk, hogy animációkat készítenek, megtanulják, hogy lehet a screenen különböző sprite-okat vagy pixeleket mozgatni, és ezt a mozgatást átrakjuk az ilyen környező, tehát hogy ne az egérrel, meg ne a hagyományos bemeneti eszközökkel mozgassák, vagy ne az idő alapján, hanem hogy ők maguk a testükkel, illetve a jelenlétükkel milyen fajta interakciókat tudnak csinálni. Tehát sokszor olyan van, hogy megjelenik valaki, akkor eltűnik egy tartalom, egy másik tartalom jelenik meg, ha még valaki jön. Tehát egy tágabb értelemben az interakciót kutatgatjuk. Persze ők miután azért fiatalok, tehát nagyon játékos formában igazából nem annyira technikai, minden elő van készítve egy repozitoriban, és inkább maga ott a kérdések, meg a kreatív dolgokra reagálva próbálunk előrébb jutni. És akkor ezáltal viszont egy csomóan elindulnak azon az úton, hogy úgy elkezdenek jobban érdeklődni. És terveztek még ezek a további workshopokat csinálni? Igen, igen. Az Asimov alapítványon is beszéltünk erről, meg úgy általában egyébként hasonló témákat csinálok az egyetemen is. Maga a kreatív kódolás, mint műfaj, az ennek ugye szerintem egy elég érdekesen szemléltető
kifejezés formája. Tehát olyan keretrendszert használunk, ami nagyon egyszerűen használható nem csak kódereknek, hanem mindenféle kreatív alkotóknak, a gyerekektől kezdve művészeken át sokféle pont ezért mondom, hogy horizontálisan sok mindenkit meg tud ez így szólítani. És terve van, most nem tudom, még éppen tárgyalás alatt, de egyébként több megjelenésre lesz még. Utolsó kérdés, bocsánat, azt hallottam. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy arról hallottál-e te egykárt, hogy a magyar állam mit csinál ebben a témakörben, hogy ez jogilag hogy van szabályozva, egy csomó tüntetése van, aki elvonulása ahhoz, hogy feldolgozzák ezeket az adatokat. Ezzel nem vagyok annyira képben, de kíváncsi vagyok, hogy hol tartanak. Igazából ezt nem tudtam követni mostanában. De hogyha majd esetleg itt utána tudunk beszélgetni, és te tudsz többet, akkor nagyon kíváncsi vagyok. Én nem vagyok most ebben egy képben. Köszönöm szépen!